Újfehértúrón is mértek az elmúlt héten a rendőrei. A Tispol Speed elnevezésű európai kampány ezúttal a megengedett legnagyobb sebességet túllépő járművek vezetőinek kiszűrésére irányult. A közel 6000 jogsértés során a helyszíneken több mint 1500 járművezetővel szemben szabtak ki bírságot. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adatok alapján a térségben viszonylag kevés az ilyen típusú szabálytalanság. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a rendőrök az akció ideje alatt összesen 71 sebességtúllépést dokumentáltak, ebből 21 esetben a jármű megállítását követően intézkedtek a rendőrök. A 21 esetből 17 járművezetővel szemben szabtak ki a helyszínen helyszíni, illetőleg közigazgatási bírságot, valamint további 4 esetben indítottak szabálysértési és közigazgatási hatósági eljárást a felelősség rovarása érdekében. Az ellenőrzés kiterjedt többek között az illegális migráció, az embercsempészés, a kábítószerrel, valamint lőfegyverrel kapcsolatos, illetve a vagyon elleni bűncselekmények felderítésére, megszakítására is. Az akció sikeresnek bizonyult, ezért hamarosan újabb kiemelt kontrollra lehet számítani a térségben, valamint országos szinten egyaránt.